Idén lesz 15 éve, hogy kézlabdázom, viszont ez még számomra is kicsit furcsa, hogy ilyen régóta, mert még nagyon intenzíven élnek bennem azok a képek, és amikor még annó szivacs kézlabdával kezdtem. Igazából én sportiskolába jártam, és a barátaim hatására kezdtem kézlabdázni, mert nagyjából az egész osztály elkezdett, és akkor én úgy voltam vele, hogy miért is ne. Olyan igazi példaképem nincsen, viszont gyerekkorom óta is otthon elég dominánsan ment a tévébe a sport, és az életünk részébe is elég nagy szerepet tölt be. Akire életemben először mondtam, hogy ő a kedvencem, az Francesco Totti volt, és éppen most olvasom a könyvét, és nagyon sok olyan dolog van, amivel tudok azonosulni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hobbim a munkám, viszont emellett nagyon érdekel a személyedzősködés, és ebben el tudnám magam képzelni a jövőben, és akár már a kézlabda mellett is. Nagyon szeretek főzni, olvasni, a zenehallgatás az nálam 0-24-ben történik, amellett mindenféle sportokat kipróbálni, kirándulni, a barátaimmal eltölteni minél több időt. Igen, szoktam, és nagyon szeretek sütni, főzni, és mindig valami újat kipróbálni. Nem mondanám, hogy kedvenc ételem, de amikor vasárnap délben egy sült kacsa párolt káposztával van az asztalon, azért annak nem szoktam nemet mondani, és sajnos a fagyinak is nehezen tudok ellenállni. Ez nagyon változó. Van, hogy egy-kettő, de van, hogy napi kettőt edzek, és akkor ez már kicsit megemelkedik 2-3-ra inkább.